Meséljetek nekünk a legutóbbi versenyetekről, ahol, ha jól tudom, ezüstérmet szereztetek. Igen, Dombóváron jártunk, a Tüsketavon, az Egyesületi Vezetők versenyén. Ez egy nagyon nagy tó, 27 hektár, ha jól tudom, ez egy nagy vízterület. És a verseny az 8-tól délig tartott, egy 4 órás verseny volt. 39 nevező volt, a csapatonként 3 tagos volt a verseny. Ez azt jelentette, hogy reggel 6-ra oda kell menni, el kell foglalni a helyet. Előtte van egy húzás, hogy ki melyik helyre kerül. 3 szektor van, A, B, C szektor, és most mindenki külön húzott helyet, nem a csapat egy helyre került, hanem a szektoron belül is lehetett 1-től 13-ig helyet húzni. Személyesen nekem szerencsém volt, mert én az egyes, a szélső helyet húztam ki. Mindig az a legjobb, mert akkor legalább az egyik oldalon nincsen versenyző, és az etetéssel nem húzza el tőlünk a halat. És 5250 grammot fogtam, én a szektorban második helyezett lettem. Itt összeadódnak a csapatversenyen a szektor pontszámok. Az Ákos, ha jól tudom, 6-ost horgászott. Szakács Szabolcs sajnos, ő most nincs itt, mert megsérült és kórházban van, de ő is nagyon, nagyon jót horgászott, mert úgy tudom a harmadik helyen végzett a szektorba. És akkor az a 2-es, 3-as és a 6-os szám összeadódik, és így szereztük meg az ezüstérmet. Milyen versenyeken vettetek még részt? Mi sokat horgászunk itt Tamásiba, itt mindig szervezünk havonta egy versenyt legalább, itt mindig szoktunk horgászni, de itt a környéken a Tolna-megyei vizeket nagyon szeretjük látogatni versenyeken. Mióta vagytok az Egyesület tagjai? Hát 98 óta, 1998 óta. Én pontosan az évet nem tudom megmondani, de 25 éve már biztos horgászom. És miért választottátok ezt a sportot? Hát, mert minden magyar rendes ember az vadászik, horgászik, meg madarászik. Én apukám vitt bele ebbe a sportba. Ő neki volt itt régen egy ilyen kis tégje, és tőle szerettem én inkább meg ezt a horgászatot. Mi volt az eddigi legnagyobb fogásotok? Én Dombóváron szintén ott fogtam az eddig legnagyobb halat, igaz nem ezen a Tüsketavon, ott van egy másik, a Bontova nevezetű tó, én ott fogtam egy 23 kilós pontyot. Én pedig Lenságváron egy 15 kilós pontyot fogtam rakósbotta, finom szerelékkel, a erősebb ilyen bojlis szerelékkel pedig 23 kiló 40 dekás pontyot fogtam magyar keszida Vókustón. De gondolom nem ez volt az első versenyetek. Nem, nagyon sok versenyre járunk. Úgy átlagban évente egy ilyen 8-9 versenyen részt tudunk venni. Mindig így ti vagytok a Mester 3-as, vagy általában ez változik? Nem, szerencsére azért így össze tudunk jönni, és akkor jó eredményeket szoktunk elérni.